Egy jó hangulatú, kellemes kézilabdát bemutató találkozó mérkőzött meg hétvégén a székelyudvarhelyi KC és a norvég Haslum HK csapata. Az udvarhelyi férfi kézilabdások nem szalasztották el a nagy esélyt, és a szombati mérkőzésen szerzett előnyt megtartották az EHF kupa harmadik körében a norvég bajnokokkal szemben. A 11 gólos előny nagy biztonságot adott, és bár a vasárnapi összecsapáson nagyon sokáig az ellenfél vezetett, a romániai ezüstérmes nem adta fel a küzdelmet. A végső sípszókor döntetlent mutatott az eredményjelző, ami ezúttal ünneplésre adott okot. Az északi gárda elleni győzelemmel a legjobb 16 között tudhatja magát a KC, és a második legrangosabb kontinens viadalon olyan ellenfelekkel kerülhet szembe, mint a német Löwen vagy a Magdeburg. Az udvarhelyi közönség mindkét találkozón a kezdettől az utolsó percig szurkolt a csapatnak, a székely medvék végig gondoskodtak a jó hangulatról. A székely himnuszt a közönség mindkét találkozó elején és végén is elénekelte. Az edző Vlad Kaba mindenkit dicsért, elmondta, 6 éve indult el a klub a másodosztályban, most pedig ott van az európai mezőny legjobbjai között. Kedden Bécsre figyel a csapat, ugyanis akkor sorsolják ki a 8-at döntő párosításait.